15 darab Nordic Walking bottal gazdagodott a Székesfehérvári Szívegyesület, amelynek célja, hogy elősegítsék a szív- és érrendszeri betegek rehabilitációját. Ehhez járulhatnak hozzá a most átadott botok is, hiszen ez a mozgásforma javítja egyebek mellett a vérkeringést, az anyagcserét, valamint a csontritkulás megelőzésében is segíthet. A szív betegségben szenvedőknek nagyon jó tesz ez a mozgásforma, ezt igazolják a kardiológusok is, és kiképeztük az itteni gyógytornászt, az Országos Szövetség, a Szabadidős Sportszövetségnek a segítségével. Ők szervezték a tanfolyamot, és most elvégezte itt a gyógytornász kiképzett Nordic Walking oktató, és amikor itt az iskolában nem lehet, vagy esetleg torna helyett lehet Nordic Walking foglalkozásokat tartani. Az eseményen részt vett Östör Anna Mária egészségügyi, sport és társadalmi fenntarthatósági tanácsnok is, aki hangsúlyozta, a szívbetegek további kezelésére a mindennapokban is egyaránt szükség van. A szívbetegek rehabilitációja nem ér véget a kórházban, hanem az az ideális, hogyha mozgással, sportolással tartják karban magukat, és erre egy gondoskodó szervezet a Szívegyesület. Emellett pedig képviselői keretből megtörtént egy életmentő készülék éves kötelező karbantartása is. Az újraélesztés fontossága nekünk is, a Baptista Szeretett Szolgálatunk, illetve a Rescue 24 mentőcsapatának a szívügyünk. Járjuk a várost, és ide a Szívegyesülethez is rendszeresen járunk, és tartunk előadásokat mozgás fontosságáról, az egészséges életmódról, de hát egy ilyen készülék nélkül sajnos nem lehet egy ilyen beteg populációt magára hagyni. Klubács Péter hozzátette, minden intézményben nagy szükség lenne ezekre a készülékekre, hiszen bármikor megtörténhet a baj.